Megérdemelt pihenésére készült egy amerikai férfi, melyet egy külvárosi hotelben akart eltölteni. Becsekkoláskor megkapta a kulcsokat, majd a recepciós az emeletre kísérte, hogy megmutassa, merre található a szobája. A folyosón sétálva egy szám nélküli ajtó előtt haladtak el, mert a férfi nem tudott szó nélkül hagyni. De a recepciós csak annyit mondott, hogy senkinek sem szabad a szobában tartózkodnia, de még csak belesnie sem. Itt is vagyunk, szólt a férfihoz, miután a szobája elértek, majd sarkon fordult. A férfi éjszakai álmatlan forgulódása tettekbe torkollott. Kíváncsisága nem hagyta nyugodni. A szám nélküli ajtóhoz lapózott, és észrevétlenül a kulcsukhoz tapasztotta a szemét. Hűvös szellőt érzett kicsapni a kulcsukon keresztül. Egy szobát látott, ami teljesen olyan volt, mint az övé. De a sarokban egy fehér bőrű nőt látott. Fejét a falhoz támasztotta, és csak a hátát látta a férfi. Egy percig bámult befelé a lyukon, majd kopogni készült, de meggondolta magát, így visszatért a szobájába. Másnap éjjel ismét odalopózott az ajtóhoz, ám a kulcsukon keresztül nem a szobát tekintette meg, hanem egy minden beterítő vörösség takarta el előle a látványt. Úgy gondolta, hogy tegnap este meglátta őt a hotelvezetőség, és ezért valamiféle papírra takarták el a kulcsokat, ne tudjon többet mámészkodni. Csalódottan kullogott vissza a szobájába. Reggel azonnal a recepcióra sietett, hogy több információhoz jusson, mi folyik a számozaton ajtón túl. A recepciós megkérdezte, beleesett a kulcsokon? Mire a férfi igenlő választott. Nos, akkor elmondom, mi történt ott. Régességen egy férfi abban a szobában ölte meg a feleségét, és a szelleme azóta is ott kísért. De ezek az emberek nem átlagos emberek voltak. Az egész testük fehér volt, kivéve a szemüket. A szemük vörös volt.